le a retkes lábát arra a padról! Az önkormányzati tulajdon! Tessék! Tudja, hogy én ki vagyok? Viktor Vance! Egy bevándorló! Nem érdekel, hogy ki maga! Azt tudom, hogy önkormányzati tulajdon a pad, és maga lába meg bűzlik! Odáig elér a szag, hogy micsoda, hogy ilyeneket mond rólam! Ha? És egy kicsit lefagytam, de azért már olyan meleg van, de akkor is nekem van igazam! Mert maga nem bevándorló, maga amerikai. Igen, amerikai vagyok, indián vagyok! Uram, atyám, Jézus Mária, Gaetan Orbi újra itt van, úgy látom Angela Merkel is. Szóval, itt van George Bush is. Olyan embereket látok itt, komolyan mondom, vissza kívül gyerekek, aki még soha életemben nem látta a géták világában. George Bush. Gyerekek, ez igen. Csöves barátunk is itt van, mindenki itt van ez a vidámbarról. A kurtizánokat meg ki kellett tiltani, Guszti bátyánk is. Jól van, 50. rész, újabb jubi, ezenézzétek, hogy az igen, na, melplasztika forever. Ez nem melplasztika, ez hagyomány, ja hát igen. Azért még a 19. században ilyenek voltak. 19. század? Hány évesnek néz maga? Már innen a hülye hangoddal. Szóval, na most már hagyjuk ezt a hülye vidámparkot egyre, itt van megint George Bush, de most már mindegy. Sprunk, de kár, hogy itt még nem lehet ugye inni, de hát Viktor még nem ívott eleget. Észik az Louis helyette? Na, mindegy, most már tényleg hagyjuk mindenki, megy már te is innen. Az a lényeg, hogy 50. rész gyerekek, 50. megint jubileumi. Ugye a 40. résznél Phil Collins megérkezett, meg egy kis videószerkesztés is volt. Nem tudom, hogy mi várható most a 50. részben, de Rennyhez megyünk, szóval el megint egy újabb Phil Collins rész lesz. Hurrá lenne? Na, de menjünk az a Bower izével. És azt is el kell mondom nektek szépen, hogy nagyon régen volt a Vice Stories rész. Hogy néztem, december 30-án vettem, Jézus már jön, december 30-án vettem fel utoljára részt. Már régen volt, szóval Arnold Schwarzenegger is itt van. Na. Human touch! Nem kell itten jetskizgetni, ingyen. Nem kell itten megint újra jetskizgetni. Kis pénzén. Na, szóval. Annyi lényeg szerintem kicsit hosszabb rész lesz ez a rész. Most már kéne mennem? Menjetem már innen, komolyan mondom, mit érzik, hogy érzik ez megint magukat a Balatonon? Napfény járja át a szívem újra, és egy számig élét hoztam el az útra, énekli Tom Hanks is. Újra érzem a palaszonyi választok. Liberty City várja, mi vége van a nyárnak. Na, emotionom, mert nem is szól semmi. Gyerek, milyen dolog ez? Jó, csak sikerült eljutnunk, jó, most itt megyünk be. Hát komolyan mondom, itt is a csöves, egy komolyan szólok Renének, komolyan lefekszik összesen, de jó, akkor is szólok Renének. Most nem veszem fel a nehéz gépfegyveletet. Mindig rádió beszélnek. Jó, amúgy én alig hallok valamit, de a YouTube-on nagyon hall mindent, copyright köbön. Szóval, indulni is Reni 5. küldetése, Kill Phil, part 2, ohoho! És itt is a Phil Collins! Wow! Nagyon örülök. Még a hangja még most se tetszik, amikor beszél. Főleg ennek a Barry-nek nem tetszik a hangja. Miért? Ez ennek jó telefonjuk van, nem olyan 5 kilós. És miről beszélgetek amúgy ezek? Mert nem nagyon figyeltem. Everyone has. Do what? Oh, meg volt Barry. Like a challenge. Az igen. Phil is joking. Barry? Tényleg lefekült vele? Stop taking the media. Yeah. Most beleköpött a fülébe, hogy jó. Oh, Monaco. Too much champagne. Too much love in the air. I can feel it coming in the air of line. Oh. It was beautiful. Jó, nem érdekel, hogy lefekültetem. Most kit érdekel most? Safe? Várjál, ez az nő. Most férfi, ez az nő. Tudj, a tököm. Oho, bévácsos Vic. Nem kell azért fogdosni be. Majd mindig szeretném volna egy bévácsos fogdosni. Vic, do us a favor. Go check the concert hall is clear. Mr. Superstar Soppy Bollocks here has gone all showbiz on that shot. Úgy látom, Isten hívő vagy Berkém. I wasn't the one finding true love in Monaco. Oh, shut it, you'll be finding a new manager. Hey, don't tempt me. Énekelj inkább, Phil. I just love those two. Oh, szereted őket, nagyon jó. Delicious. Delicious! Nagyon jó. Minden szuper. Hurrá. Újra.
melegség van levegőbb. Na, forever. Hú, nagyon tetszik ez nekem. Go to the stadium. Jól van. Valószínűleg nem azért megyünk, mert elmegyünk belevezünk egy versenyről vért a dunk, hanem azért, mert Phil Sam... Nem tudt elolvasni! Armando Mendez, ez is a te hibád! Miért Renének dolgozol? Miért ilyen Phil Collinsokkal foglalkozol? Miért nem velem meg a testvéremmel Diego-val? Azért, mert ők énekesek, ők tehetségesek, ők melegek, te is meleg vagy, te meg egy nyomor. Én egy nagy mafiózó vagyok, ezért megölnek! Hajrá! Na, jól van, jól mit akartam? Nem tudsz elolvasni. Phil Soundcheck, ez fél hatra odaér Phil. Biztosak kell mennünk, hogy a stadion biztonságos-e, mert Phil odaér. Phil Collins barátom, barátok még ugye, mert ott kórházban is gyere, mert Louisnak adják autogramot. Igaz, azt mondod, hogy ne adjál autogramot, de adjál. Persze, mert nem kell foglalkozni neki, ne adjál autogramot. Még azt sem engedni, mert hogyha a kukába belelőne egy csutkát, az azt sem engedni, mert ezt nem kikukázzuk. Na. Ez szép volt. Ez is nagyon szép volt. A Huston Music. Huston. Tü. Respawn. Jaj, nem várj, Norbi. Ne ide hülyéskedj. Ne a időre menős küldetésre hülyéskedj. Fél hatra meg kell csinálni ezt a küldetést. Na. Fél hatra meg kell, vacsora is lesz. Na. Jaj, na, volt, mert lelőtt egy gyereket! Hogy fog így hegedülni? Oho, azt mondja, még a stadionban BMX van, srácok, hát igen. Hát 84-ben azért még a biztonsági őröknek se volt valami kánán a munka, nekik nem ezért jutott robogó, mert minden, hanem BMX. Na, de mindegy, legalább e küldetésben belülről lehet látni a stadionot. Na, ez is van, a Vice City is ugye be lehetett menni a stadionba. Kuffoljatok már, rekkös BD-kosok! Hát ilyet csinálni? Phil Collins ki akarjátok nyírni? Hát milyen dolog ez? Megérted Elton John lenne. De ez Phil Collins, me? Hú, ez biztos a South Park-os gyereket küldtek ezeket a BD-kosokat. Jaj! Take it down! Egy vízimentőt taking down-olni akarsz? Osszok benne fullnál vízbe, akkor mi van? Énekléd bugybarékolva, hogy easy lover, tididi, la. Mikor énekli a Tarzan zenét és Phil Collins. Ki akarjátok nyírni Phil Collins-t? Azt utána meg hazamennétek, azt a gramofonba beraknátok azt, hogy izé I can feel it, Carmen with the air of life. Tudnátok élni? Jaj, Jézus Mária, lagmester. Na. Ó, úgy látom itt van a... Mi a jó Isten ez a lag, gyerekek? Na, hanem azt mondta, apostol együttes énekel itt. És akkor a következő énekes, aki jön! Csobot Ariel, hol? Köszönöm! Na, most én fogok dobolni, mintha farsangon lennénk. És akkor mindenki énekli. Ő Lady Kanye-val. Jó, na, időre megy Norvi a küldet, és jaj, amúgy nagy stadion ez, gyerekek, nincs semmi, komolyan. Itt a meccset is lejátszhatnának. Gyorsan a BMX-re vissza. Egyáltalán hol a BMX-em, gyerekek? Jó lesz a Csepel biciklis, de... Ja, itt van, jó van. Jól van, helyes. Ez is Barry miatt van, mert tartozik Giorgio-nak. Na, nem tartozik Giorgio-nak Phil Collins, biztonságban lenne. Komolyan mondom, rockstarosok hogy tehették ezt, hogy Phil Collins ki akarják nyílni? Nem nyílassák ki Phil Collins-t. Na, ez kicsit Tony Montana sor, de mindegy. Na, jó, levitték a pajzsomat, pedig plusz 100%-os. Köszönöm szépen! Na, szív, az nem kell. Azt adjátok majd az egy kisgyereknek, a kisbabának, Louis kisbabájának a halászlé helyett a cumis üvegbe. Na. Back. Na. Jaj, kill the Hitman. Oh, lehet még itt valami Hitman. A Hitman főszereplő is. Komolyan mondom, azt adnák be Hitmannek, hogy nyílja ki Phil Collins, szerintem lemondaná akciót. Én sosem nyílnám ki Phil Collins. Ha ki kéne nyílnom Phil Collins-t, akkor azt mondanám, hogy be vagyok drugozva, mert olyan nincsen, hogy ki kell nyílni Phil Collins, mert a Phil Collins nem lehet kinyílni. De hogyha ki kéne, és akkor azt mondanám, hogy lefújom, akkor nem játszok GTA-val. A főjelenség lenne Phil Collins, hogyha tőlem ki is nyírhatná a Louis-t, Phil Cassidy-t, ki is Tommy Versetti, Victor Vance-t, akkor is barátom lenne Phil Collins-t. Na, és Collins. Jól van, hurry up! Jó van, már csak fél óránk van, gyerekek, óvatosza. És akkor lift, bezárul, és kitárul. Bezárul. Na. Ajaj.
others. Jaj, figyelmeztetnem kell a többieket. TNT! Hát nem az izé a kopasz énekes, mert tudod, bolond, aki sír egy Phil Collins után. Nem, TNT, bomba. Szóval fel akarják robbant a stadionot, gyerekek. Hát mit szól az önkormányzat? Vice City stadionját felrobbantani? Hát ez már 1890 óta itt áll. Na. Come on. Komolyan mondom, szégyeljétek el magatokat. Ha majd mondom, hogy átadjam az izé. Justin Bieber énekelni, akkor mondom, robbantsátok fel egész stadionot. Ez a Phil Collins! Jaj, tárcsere. AK és többje. I got it. Nem tudok elcélozni odáig. Komolyan mondom. Mikor? Nem akarná elmenni majd ilyen hajnövesztő... Jaj, 15 másodperc gyerek. Sikerült? Remélem. I think so. I hope so. És akkor... Megérzett fékony, őszintén ezzel Washington a sofőr. Nothing to worry about. Yeah, I'll see you inside. Seriously, mate. Is everything all right? Még jól, nem... Sure. Jaj, reggel el akar jönni fékony. You might want to call bomb disposal. Bomb disposal? All right, yeah, good one, yeah, fucking Canadian. Az igen, fél jó elteleportált. Az ember mindenképp. Azt mondták, hogy ő fogja játszani majd a Ify szerepét 1988. Na. Óhó, $1500, köszönöm fél, barátom vagy, mikor ilyen sokat fizetsz, mindig barátom vagy. Na, majd kap a gyerek zsíros kenyeret. Ó, payday, jó. Louis azt hiszi, hogy most már nem zsíros kenyeret fog enni a gyerek, hanem izét. Most nem zsíros kenyeret pásztázza bele a cumis üvegbe, hanem... Mit tudjam én, kanylót, meg izét. Ráfut, nem, zsíros kenyeret. I told Ricardo Diaz good things about you. Pumpkin, nagyon kormányzó. He wants to meet, remember, darling, you owe me. Ezt úgy szeretem, na, szóval, mit akartam mondani, egyszer akartam elmondani meg mindent. Úgy szeretem, mikor, Lero Louis, majd küldök pénzt, na, ezt úgy szeretem, mikor sok GTA-ban mondják azt, hogy you owe me, ez olyan hülye beszélni, enyém vagy enyém, hát, most tudom, hogy Renny mondta, hogy mondta Ricardo Diaznak, hogy tud egy jó munkaerőt, minket, és most már dolgoztunk a nagy embernek, a Big Mannek, Ricardo Diaznak, ugye harcol a Mendes testvérek ellen, mivel két drogbáró van a Vice City-ben, 84-ben. Na és akkor most megismerkedjük Ricardo Diaz, de Big Man, de ő nem a Coyones. Ő a videómagnós, aki agybeteg, idegbeteg lesz 86-ban, aki kokós állat, aki szétfő a vázát, belelő a videóba, aki nyomorék állat, seggfej. Na, de majd meglássuk, hogy még 84-ben, hogy viselkedik. És akkor szerintem mentek egyet, biztos, ami biztos, és utána megyünk Ricardo Diazhoz még ebben a 50. részben, mert Ricardo Diazt a jubileumi részben kell megismernünk, és most annyira didigál Renny, hogy jaj, darling, jaj, most nehogy már izé rosszat mondjak Ricardo Diaznak, izé Rennyről, na, be van szarva, komolyan mondom. Jó, úgy nézett ezt a beszédet. Amikor throw you bone, dobom a csontot, na aztán az mivel lesz? Na, azt sem szeretem. Na, annyi a lényeg, hogy a világban még mindig működhetik, mert olyan kultizálók ott vannak. És akkor megismerkedtünk Ricardo Diazzal. Igazából Ricardo Diazról annyi, hogy én bírtam a Vice City-ben. Ó, és még megismerem a Camelot. De hát egy nyomorék volt. Tudjuk, hogy milyen nyomorék. Ő. Második ok. Ő a másik ember, aki miatt meghal Vic Vance. Vagyis a főszereplő meghalsz Vic. Mi? Mondom, két év múlva. Mi? Nem, mi? Te. Na. Szóval halál reál Ricardo Diazra. Na de még, szerintem még kedves úriember, úgyhogy mindjárt meg is látogassuk. Csak alszunk egyet. Na. Kiheverem azt, hogy újra találkoztam Phil Collins-szal. Most már azért jobb ruhába találkoztam Phil Collins-szal, nem azért maszkba. Na szóval... Phil Collins barátom, semmi baj, most már a stadion nem fogja felrobbantani, lehet, hogy az hotelt, amivel laksz, felrobbantják, de a stadiont az biztos nem. Na. Igen. Szécsíz, hú, de régen játszottam már, úgy vártam már, hogy itt legyek újra Vice City-ben. Hú! Jó. Na. Nem is tudom, hogy mivel menjek Phil Collinshoz, az
Phil Collins is egy küldetés. Ricardo Diazhoz nem is tudom mivel menjek. Szerintem megyek egy cross motorral. Én azt hiszem a Vice City-ben először egy cross motorral mentem be Phil Collins. Mondom Ricardo Diazhoz, mi Phil Collins? Na. De már egyszer voltam a Vice City-ben Phil Collinsnál cross motorral. Mikor Lewis-szal mentem ugye oda. Ezt is csak azért tudom, mert mikor csináltam montázs videót, akkor benne volt az ajánlat is. I am. Ja, nem is tudom mit énekel, de mindig. Na, valami jó számot rakjátok már be, hogy Ricardo Diazhoz menjünk gyerekek. Na. Jó, mi? Jó számot rakjunk már be. Olyan nincsen. Every man is dickhead. I need you, Tommy. Oh, ez jó. I belong to the dream. Senor dickhead. És akkor megérkeztünk Ricardo Diazhoz. Ho. De jó lesz, hogy majd is fogok rakni. I was playing Sony, és ezt nézzétek. Elma. Ez igen. Elma forever. Jaj, milyen szomszédod van neked itt a Ricardo Diaz. Hú, hát ez nyíl a füvet. Ezt ki kell... Ezt el kell innen takarítani. Jaj, milyen... tavar van itt a Ricardo barátom. Jaj, gyere! Bele ne fújjunk. Itten azt mondják, hogy sok macska bele fúl. Áááá, tészt! Oh, gyerekek! Na, úgy látom, Ricardo Diaz is nyíl itt a füvet. Nagyon golfozni is el lehet itten. Fasza. Na, ide kell a költözni vissza. Jól van. Csak azt sajnálom, hogy itt nincsen lépcső, ugye itt alapvájszatira, ugye itt vannak a rejtett csomag jutalmai, meg itt van egy lépcső, de itt nincsen lépcső. Sajnálom, ez kár. Mert nem tudom, hogy melyik a jobb, mikor Infernusa volt Ricardo Diaznak, vagy Chita. Lehet a Chita az jobb. Na! Első küldetés Ricardo Diaz, the big man, the dickhead. Jó! Itt vagyok. Megérkeztem. Ó, de bévacsos ruhába. Na, menjünk ma. Steal the deal. Zsír. Oho, ne, itt is a Ricardo Diaz. Kicsit korán jöttem, de... So, you're Vic. Yeah. Pévacsos Vic. And you? You Diaz? No, I'm Santa Claus. Akkor adjál már egy Mikulás csomagot, te vagy a Mikulás. Mr. Big. Buddies with the Mendez. Hát embere vagyok a Mendezeknek. Nem vagyunk barátok, kicsit... rosszba vagyunk, de jó van. A crack a fucking smile. Life is amazing. Look at me. Főleg, amikor beadták azt a darús helikopteres küldetést. Elmentek a... kicsába. Nem akarok drogokat. Ezt mondja mindig Vic. Na! Ezt hiányzott-e? Komolyan mondom, behozták volna, amikor Elton John jött volna be az ajtón lent. És Quentinnek nevezi magát. Srenny-nél volt, aha. Akkor ott a motor. Még Diazzal is volt valami. Nézzétek vissza a videót, ott a szív. Ott volt a szívjára a szomszédba. You boys gonna help me out? Sure, baby, we're gonna make you a star. Shut up, you fool. Alright, what do you need? Lance megint be van füvezve. És még mindig. He must be on something. He's hitting some shit offshore. Maybe bad boys can go get it. Ricardo Diaz is bibliás úgy látom. Alright, fine. Come on, moron. Ah. Még ott fekszik a kanapé. Milyen jó összehoverkodtatok, Quentin. Vice is a big city. That shit could be anywhere. Nem akkor, amit szerintem, Drász. Would you recognize any of his men? Maybe. Good, cause if I was in the big city with just a few hours to kill, I want to get high with a brother. Or get down with a fucker. And I know where the out-of-towners do both. Come on. Let's pop like cola. Let's pop like cola. Lance. Milyen jó drogbárók a haverkodsz. Na ezért jár egy pofon, nem? Lance. Meglátogatod már Lewis-t a kórházba? Nem még. Na. Lance. A kisbabával mi van? Nem tudod? Ez is jár egy pofon. Lance. Rennyvel is foglalkozol? Ez is jár egy pofon. Még mindig füves vagy? Ez is jár egy pofon. Nekem ugattál még a 10 része ezelőtt? Ezért is jár egy pofon. Nagy keménynek érezted magad? Ez is jár egy pofon. Ez meg azért, mert azért. Ez meg azért, mert nem akarod drogokkal foglalkozni. Ez meg azért, mert azért. Te utolsó sneci. Állat. Aranyaklánc, minden. Lance meghalt. Na, ideje volt már.
nem kéne még így két évet izé szennyezni Vice City levegőjét. Na. Egy, kettőt beleütöttem, azt mondom, hogy Lance meghalt. Ennél már csak a Vice City-vel ezt nyálpiszom. Jó, van már. Tiszta Tony Montana-nak érzi Ricardo Diaz magát. Ez meg egyfolytán egyet hajt. Na, menjünk a striptease klubba. Nagyon faszom. Be kéne már íratni oda Lance-t. Mi van, nincs itt Ricardo Diaz csitája. Lance, nem, hol a Infernusod? Nem igaz, egy ekkora utolsó, hülye, gyökér, seggfej, állatod. Nézzétek, hogy néz ki? A majmok bolygója, a lázadás. Né-e. Orjuka, szörös. Az igen, ez a száj. Szép vál, csinos láb, bronzos bőr, jaj, de szép barna szemek, nála nincsen szerencsém. Izmos, kockahas, üres fej, te sem leszel bévacsos. Tudod, Lance, én bévacsos vagy, te mi vagy, sem. Na, na mondtam én, hogy az átvezető videó ott volt a szív. Ez a szomszéd. A szomszéd fűje mindig zöldebb, ugye, Diaz? Lance! Bravo testvérem, bravo! Tudsz ugrani? Én meg izé. Nem, itt vagy a nőd. Integessé, hello! Én vagyok Lance, vagy én vagyok Vic, te meg Lance, hello, testvérek vagyunk. Jó, mutogassuk el. Hú, de nyomorik. Adjatok már be valami jó járműt, Phoenix, te vagy az én emberem. Nem Lance. Ó, még egy Phoenix, akkor nem kell már. Túl sok Phoenix-et, meg már itt a boxi. Oho! Lance Töröstinger! Lance! Bérgüti kocsi volt, Isten velte! Nem, ezt a fehér bansz. Hogy nem vagyunk még ott? Azért, mert nem jött egy kocsi volt, Isten velte! Hogy nem vagyunk még ott? Ne idegesítsé már! Nekem az igen, elütik Lance. Na, itt a tolgyán, József. Na, gyerünk már! Ez még mindig... Várjál már! Kussoljál már! Na, kocsit szeretném, ezek is itten fűdik, mint a vízbe fűdenek, hogy járkál, na. Menj majd mindjárt vissza, amíg Lance-el, vagy Lance-hoz. Na, már beszélni, megint nem tudok. Nem kell itten izé furikálni a lopott kocsit, na, izé a tegnap megismerkedett a pasit kocsijával, nem is tudom, hogy adta oda a kocsit. Járkál, ugráljál, ugrálnozzál ott, te vagy izé, zsebűbóval, micimackóval. Na. Ó, ez meg itt áll, mint nyóli. Jöri, már! Hát sose érünk oda! Na! És nézzük a hülye fejét! Ilyeneket még lesz ki kéne tiltani a város. De nem mondok ilyen neki, mert testvérem, csak testvérem. Akkor is a nyomorít. Vice City-ről én nyomorít. Neki megyünk a rendőrségnek! Júj, Lance, az igen! Hogy szálltál ki onnan? Mi vagy te, izé, vasember? Kurvas kocsi vagy, nem fogok kiállítani. Jó, csak ezért mentem ide. Várjál Lance, már bocsánat, elnézést, Pipolsz. Valamit meg kell néznem a tengerparton, hogyha már nem is esik. Meg nappal is van. Hogy igazam volt-e? Nekem igazam volt, de jó. Jó, ez elég egoista beszéd volt, de ezt Lance mondta. Azért mondtam ilyet, hogy nekem mindig igazam, mert Lance itt ő mellettem. Belem beszél a hasamba lyuka. Na. Ó, mindjárt esik, gyerek. Kijövök a tengerpart, azt esik. Gyere, miért csúszik az öregkös bansi? Na, ne nézze ilyen árgus szemekkel engemet lesz. Azért, mert a infarnuszom nem jobb az izé. Fehér Milka. Na. Azért, mert fehér infarnuszom attól, hogy feketék vagyunk. Lesz, ezt értsd már meg! Nem, nem járnak azzal a kancsóval, az a kancsóval, hogy nem is tudom, az a surf, azt akarom megmutatni, hogy Vice City Stories-ban surfes izével is járkálnak. Ezt akartam már Baywatch-es részben is megmutatni. Miért nincsen senki a tengerparton? Kérem én! Miért nincsen senki a tengerparton? Júj, remélem lesz tud úszni. Na, gyerünk lesz, tud úszni a lesz, tud úszni, akkor fürödjünk már. Most öltönyöd már, de azért fürödni kéne. Old Spice! Ugyanár, tudod lesz. Na. Jó, menjünk el, mert belefullod. Na, mondtam, itt van, ilyen úszó valamivel járkálnak itt az emberek. Jó, de azért le kéne szállni a papáról, meg minden. Gulliver, meg minden beszélgetünk, de azért majd este megyek hozzá. Hol van Lance? Már nem az a két forintért, de hol van Lance? Lance? Ja, itt van, jó! Jó, és beleolvadt a környezetbe, gyere. Oho, pár mellé!
Húzom már én. Jaj, mekkora dagot áll a gyerek! Azt a büdös kikjárkálnak itt. Komolyan mondom, szombaton Gézabáéknál hízóvágás lesz. Ezt kellett volna, ezt kéne inkább bevinni a kés alá, mint a csóra malacot. Na. Ja, menjünk, lesz. Ezt a fekete lett a talpom. Alapból olyan volt, de akkor is, na. Meg úton van egy freeway. Nekem legyen igazam, na. Na akkor sem jönk a hülye házathoz, a Infernusodé lesz. Lenz, gyere már! Ugoljál! Mi vagyunk Larry Dixon, nem Murray Dixon? Itt is vagyunk! Jó, nézzük a striptease klubtát. Ott a testvéred. Lenz. Ágyas testvéred. Aha. Uga, üvöltség, hogyha lát Gonzász emberét. És itt van Gonzász emberem. Most van Gonzász, hogy kell valamit ellopnunk. Megérdemli a nyomorék. I'm betting he takes us right to the merchandise. Come on! Let's tail him. Lobd az csóra Cortez-től. Tudjuk, hogy milyen csóra Cortez. Nagy gyakja van minden, meg tudjátok milyen usorás. Vagy zsugari volt. De akkor is csóra Cortez. Jaj, aki nagy kemény, az striptease-król megy lazítani. Lét, értitek a lét. Ja, én is oda megyek. Ja, most kemények ezzel magam, ezt striptease klubba járkász lesz. Én meg egész nap dolgozok. A pénzi. Igaz, van már másfél millió, de a pénzi dolgozok. Egész nap! Te már mit csinálsz? Üvezel? Na. Hát mi a különbség? Most te érzed. Nem is azért, de megint felidegesítettem magam a semmin. Gyerekek. Nem is azért, de úgy így a játék, Wikipédián is olvastam, hogy a Lenz bandát, a Lenz családot ketten irányítsák, Vic Vance vagy Lance Vance. Nem tudom, hogy Lance miért irányítsa, hogy miért engedtük neki, hogy ő is vezető legyen, de a jóból is megállt a sok. A semmi tevésből is megállt a sok. És akkor Efré! Úgy nem szeretem ezeket a követős követéseket. Jó, kosszú! Jó, de annyira nagy kemény, akkor miért nem te vezetsz? Miért ott is, mint valami ilyen? Kurva! Ha? Lesz! Magyar mondatot kérdeztem volna feltenni. Ha? Szóljál, ugassál már nekem! Hol lámi? Na, nyomorni. Istenem, fos. Mendezéktől is loptál. Na, hát Ricardo Diazt is megrom. Ja, az már milyen, hogy izé? Nem is Lance-nek nevezi, hanem Quentin. Mint valami nagy embernek. Te vagy Quentin. Vice City is ezt csinálta. És csinálja majd. Scrapley! Meddig kell megkövetni ezt a csitát? Nem szeretem a követés követéseket. És még azt írja, hogy beszadóméter. Jaj, remen, nem vett észre. Ja, ez Vidán Parkban megy. Ó, tini, ott megy Eddie Murphy, de kisgyerekeket megmenti. De miért mutogatok a ujjamban? Jaj, de úton lesz a követés. Jó, ússzál lesz. Na, most Lance jön velünk, vagy most ott fűdik? Na mindegy. Az a lényeg, hogy megint még mindig követni kell. Ó, fűrik. Kis kacsa fűrik, Vice City stóba. Na, a family. Back of your small Gonzalez gun. Tudtam én, hogy ebbe a vízimentes ruhába kell nekem lennem. Egy cseszkés küldetéshez. Leave me alone. I'm a family man. Most ma hol megy? Izé, taskolj meg. Meddig lesz kell. Na, Ricardo Diaz meg ott izé. Hamisíts a pénzt. Vagy hogy mondják? Viktor, hogy állsz? Vagy Vic, hogy állsz? Na, nagyon jó állok, főleg, hogyha nem is a küldetésre koncentrálok. Na. Jó számot, hogy itt már a srácok, a gyerekek. Végén még előjön a Vice City szörny, hogy belefúrjunk. Hát ez ilyen 80-as években egy kis grófúz zene. Ugye a plesse fel. Ó, mert kalindjázik itt össze-vissza, komolyan mondom. Hol érzik? Azt hiszem, hogy jetskin. Nem jetskin. Csak egy jetskis fény. Miért ér a jetskin? We are young. Pont most akarta énekelni a refrént. Jaj, ez az a place. Jaj, ezt a Vice City-ről szerettem ezt a helyet. Az mi ott? Ezt a csónakot kell ellopnunk. Jaj, ala Vice City-ről is volt egy ilyen küldetés Ricardo Diaznak. I need the boat, Tammy! Azon mit kalindjázott ez is itt? Jaj, ezek ilyen őrhajók, gyerek.
meg figyelek. No one's time is your one, is it? A Jennifer Garner ezen a megvédő. I've it no one. Oh. Fasza. Ez nem így gondoltam. Be... Jaj, hát szétlőnek így. Gyorsan. We are young. Ricardo Diaznak dolgozik. Ezt meg tudja Armando Mendes. Majd, igen, elolvas a Bibliából azt, hogy szemet személy fogad fogni. Az igen, ő le tud lőni, én nem tudom lelőni. Hát milyen dolog ez már gyerek? Ó, körbe rajzolt. Hát ez nem fog menni. Nem tudom lelőni, gyerekek. Az mi? Armando Mendes. Tommy, vagy izé, Viktor, mit csinál? Hello. De hogy kinek a jobb dolgod? Ricardo Diaznak, hogy Armando Mendezének. Armando Mendez egy nagyon csicska küldetést adtak, ami nem azért. Annyira bajunk nincsen, de nagyon, az Armando Mendez nagyon szeret parancsolgatni. Ricardo Diaz ilyen nyugodtnak tűnik. Vice City után szabadul. Ezek már mindig jönnek, gyerekek. Az hogy szedjem le, gyerekek? Mit csinálják vele? Elmondja neki egy izé? Justin Bieber számot? Énekelni egy Justin Bieber számot? Jó, menjünk szedni a csónakot, szerintem nem szednek le minket. De ezért lövik szét a csónakot, én nem tudom mit csinálok. Jaj, gyerekek. Na még ez lesz egy izé? Cameron Diaz? Egy kimenete? Gyerekek, itt nagyon óvatosan, mert sokszor fent szokta akadni. Jó, megvan, ennyi. Jaj, beraktam mennyi idő piros pontot. Nem szeretem piros pontot, mert iskolában szeretem, hogy nem szeretem piros pontot. Ami nézze, de jó. És akkor menjünk, hát ez elég lassú, ha jó. A két évek később nagyon gyorsan jót szerezünk a Ricardo Diaznak. I need that boat, Tommy! Huh? What do you think for me? Huh? Stupid pigeons! No. Itt is a jó. A leendő villámnál. És akkor majd... Most akartam mondani, hogy Mission Pest. No. És akkor majd oda kitesszük Luisszal a gyereket, mint a oroszlán királyba, trónszíten. Ácivenye! Vagy nem, a... Mert az élet az úr! Baba vicsivavá! Ácivenye! Na, itt a grosszíres lett az izé. A Diaz. Most én grosszíres, bőrszínen megvan. Hé! Diaz! Kell egy kis anyag? Nem, én csak tejet iszok. Hé, hey, desszére. Akkor hozom Snoop Doggot. Bösszére. Meg Candy-t. Candy-sta. Bösszére. Inkább flash-e. Inkább flash-e fel, én azt mondom. Na. Jó, fizet ez a Ricardo Diaz. Akkor szólok Armandónak, hogy szerintem már nem szeretnénk neki dolgozni. Igazából sokba tart minket az Armando Mendez, mert Diego Mendez, mivel ugye kiraboltuk. Ez miatt ugye köszönettel. És muszáj neki dolgozunk, de egyelőre nem ad küldetést, és nem tudom, hogy mit fog átszólni, hogy Ricardo Diaznak dolgozunk. Hát gondolom nem fog örülni. Ez olyan, mint hogyha MSZP-s lettem volna, hónapban már a Fidesznek dolgozni, de közben még MSZP-s lenni. Értitek? De. Ez akkor nézzétek már a Candle is nő meg izé. Most miért vették a kamötöt? Anyjuk évették már ezt a letkos kamötöt el. Hát komolyan agyam megáll, hogy mindig elveszik a garázsba a járművet. A kurvas jó istenit. Komolyan, mondom. Na, ennél lengébb ruhán nem volt. Hát meleg van. Na mindegy. Na, jó van. Ez is megvolt. Az is megvolt. A jubileumi 50-es rész. Remélem tetszett ez a rész. Szívből remélem. És akkor legközelebb innen folytatom. Diaz ad nekünk küldetést, akkor Diazhoz fogunk menni. Ő igazából 56%-osan 56%-nál járunk. Jó. Fogalmam sincs hány részes a Vice Stories. Ne kérdezzétek. Fogalmam sincsen, de annyi lesz, amennyi lesz. Az biztos. Jó. Szóval legközelebb innen folytatom. Sziasztok. Grove Street. Ja nem, azt nem mondom Grove Street. Csak. Ricardo Diaz üdvözöl titeket. Sziasztok. Ő a Santa Claus. Azt ne felejtsük el. Sziasztok.